Szél Szilikálmán műszaki szakgimnázium és szakközépiskola és kollégiumának az intézményéből érkeztünk, a Timóth utcai intézményéből. 7 osztályt hoztunk el magunkkal, főleg 11-es évfolyamosokat. Azt gondoljuk, hogy az ő korosztályuk az, akiket leginkább érint a filmben bemutatott probléma. Egyrészt a különböző kihívásos történetek, a Facebooknak a használata, a különböző YouTube csatornáknak a használata, a Messenger üzeneteken keresztül egymásnak a piszkálása, akár osztálycsoporton belül, akár egyéb csoportokon belül. A film olyan témákat mutat be, ami tulajdonképpen az egész korosztályt érinti, és azt gondolom, hogy egyébként a szülők számára is hasznos lenne megnézni, mert nagyon sokszor nem is tudják, hogy mi történik a gyerekekkel. Akár itt a filmben Gergőnek a szülei, vagy az áldozatnak, Lillának a szülei sem sincsenek tisztában avval, hogy mi minden történik a saját gyerekeikkel. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a film mellett ilyen érzékenyítő kampány is legyen, mert szerintem ez a lényege az egész filmnek, hogy a mi korosztályunkat megszólítsuk és bizonyos kérdéseket feltegyünk nekik, és nagyon örülök, hogy van egy ilyen mozgalom, ami lehetőséget ad erre az egészre, mert szerintem az egész filmnek ez a lényege, hogy a korosztályunkkal beszéljünk a korosztályunkról. Még a Villanyi Gergővel beszélgettem, amikor legelőször találkoztam vele, hogy ő szeretné nagyon, hogy ilyen kampány elinduljon, és nagyon megérintett, amikor erről beszélgetünk, hogy ennek mennyire jó céljai lehetnek, és mennyire sok embert, meg gyereket főleg elérhetünk ezzel, és tényleg érzékenyíthetünk a témán, és meg tudjuk vele beszélni, ők is meg tudják velünk beszélni az adott problémákat akár, és egyszerűen csak vártam rá, hogy ennek részese lehessek. A hashtag kikapcs mobilof élmény a mozgalom most már több mint 2 éve azon dolgozik, hogy széles körben kommunikálja azt, hogy milyen fontos, hogy az online és offline életünkben megfelelő egyensúly legyen. Igaz, hogy ma már sokan azt mondják, hogy nem is létezik olyan, hogy online és offline élet, most már csak digitális világ van. Mégis azt gondolom, hogy ez egy olyan ismeretlen terület, amivel igenis hogy foglalkozni kell, nem csak edukatív, de akár pszichológiai vagy egyéb vonatkozásban is. A film azért is kulcsfontosságú, mert egyfajta hidat képez így a generációk közötti beszélgetésben, segít abban, hogy kölcsönösen megértsük egymást, és ha otthon ez nem is mindennapos téma, mondjuk egy ilyen film kapcsán, vagy egy osztályfőnöki órán, tehát lehetőséget kapjanak arra mind a szülők, mind a gyerekek, hogy erről kicsit így elmélyültebben beszélgethessenek. Én úgy gondolom, hogyha ez a film minden iskolában levetítenék a filmet, hogyha ennek a filmnek a mondani valója, a hozzákapcsolódó érzékenyítő anyag bekerülne az iskolákba, akkor az egy nagyon-nagyon előny lenne az adott iskolának, mert maga a mondani való, maga az érintett témák, maga a feldolgozási mód és a hozzákapcsolódó feladatok, kérdések, azok mind-mind közelebb hozzák akár a generációkat, akár a tanároknak segítséget tudnak nyújtani abban, hogy még jobban értsék ezt a generációt, még jobban belelássanak a gyerekek világába, és a gyerekekben is nagyon fontos kérdéseket, válaszokat, és nagyon fontos dilemmákat indíthat el, vagy akár oldhat fel. Nagyon sok olyan projekt indult mostanában, ami a szülőket célozza, és a szülők online tudatosságának, vagy pedig akár annak a nézőpontnak egy nagyon fontos eleme, hogy az online világ, a digitális világ minden szempontból, minden részen beleszűrődik most már az életünkbe, és minden generációt a maga módján, a maga szokásai szerint érint. És biztos vagyok benne, hogy a FOMO-hoz készült érzékenyítő anyag és a kikapcs mozgalom ebben nagyon sokat tud segíteni. Köszönjük szépen! Köszönjük.